Egyszer volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl, volt egy szegény fiú. Szegény volt, nem volt senkie, semmie, s ő szegény feje beállott pásztornak a juhokhoz. Örökké ott pásztorkodott, amíg el nem jött az idő, hogy el kellett menjen katonának. Kitöltötte a 3 évet, s hazajött. Volt egy úriember, annak volt 30 fejős kecskéje. Kihirdette, hogy neki kell egy pásztor, aki nappal őrzi a kecskéket a mezőn, este reggel délben megfeji, az ólakat rendbe tartja. Na, a fiú éppen arra való volt, beállott hát szolgálni, s kezdett a kecskékkel járni a mezőre. A kecskékkel is katonásan beszélt kint a mezőn. Addig térítgette a kecskéket, s addig beszélgetett nekik, hogy a kecskék kezdték megérteni a beszédjét. Ácsorogtatta őket ide, ácsorogtatta őket oda, meg így, meg úgy, úgyhogy kevés idő múlva a kecskék megszokták a vezényszavakat. Egyszer látja, hogy az uton jön egy 4 lovas hintós, abban egy nagy uraság. Odahajtotta a kecskéket, intett a kezével, s az úr megállítatta a kocsissal a lovakat. Azt mondja a fiú, azért állítottam meg, uram, hogy tessék egy kicsit megnézni, hogy ezek a kecskék mit tudnak, mióta én lettem a gazdájuk. Az úr szívesen hallgatta, s a fiú oda kiáltott a kecskéknek, sorakozó! S akkor a kecskék kezdtek összefutni. 3-as sorokba, s akkor a kecskék ügyesen, mint a katonák, 3-asával sorakoztak, mind a 30 kecske. Akkor elkiáltotta magát a fiú, vigyázz! S 2 lábra álltak a kecskék, akkor azt kiáltotta, tisztelegj! S akkor szalutáltak a melső lábukkal, akkor azt kiáltotta, pihenj, oszolj! S akkor szerte oszoltak. Hát az úrnak a hintóba nagyon tetszett, kérdi, kié ez a 30 kecske? Ezé meg azé az uraságé. Hol lakik az az uraság? Megyek és megveszem őket, mondta az úr. Annyira megtetszett neki a dolog, hogy megvette a kecskéket, de úgy vette meg, hogy a szolga menjen vele, s 1 hónapig lakjék nála. A fiú ment szívesen, mert ő is örvendett neki, hogy masíroznak a kecskék. Nagy örömben volt az úr, s mikor hazaérkezett, összehívatta az összes barátját, még idegen országokból is, és bemutatta, hogy mire tanította a fiú a kecskéket. Sorakozó! S akkor összefutottak a kecskék. 3-as sorokba? Akkor a kecskék megint felálltak. Tisztelegj! Akkor tisztelegtek. Pihenj, oszolj! S akkor a kecskék szerte futottak. Egy idegen országbeli úrnak annyira megtetszett, hogy kérte, adják el neki. S az úr odaadta. De előbb az idegen országbeli megkérdezte, hogy mennyit kér érte. Az úr meg ráfeleli. 60 000 forintot. Az idegen országbeli úr belenyúlt a zsebébe, kifizette, amit kért. A házigazda pedig az egész pénzt odaadta a szolgának. Abból a pénzből a szolga egy szép ügyes kis birtokot vásárolt, egy házat csinált, vett ruhákat, és éldegélt tisztességesen, mint a többi ember. Máig is él, ha meg nem halt.